A hevesi Mazsoret csoportot irányító Tabódinyi Gulyás Zsuzsa érdemelte idén ki Hevesváros díszoklevelét, amelyet Szóné Kovács Márta könyvtárvezető adott át a számára Hevesen, a Magyar Kultúra napjára rendezett ünnepségen. A 2013. októberében újra alakult hevesi Mazsoret csoport elődje, az 1987 és 2004 között működő együttes, hazai külföldi koncertek, fesztiválok és karneválok felépülőjeként is többször bemutatkozott. Az új csapatban a kadett és juniorkorú gyerekek többsége hevesi, de Tenkről, Kisköléről, Péről és Hevesvezekényről is vannak tagjaik. A folytatásban pedig a jászvényszarói Fortuna színkör állította színpadra Hári János című zenés mesejátékát. A színkört vezető Kovács Andrásné civilben nyugdíjas pedagógus. Arra kértük, hogy idézze fel a legnagyobb sikereiket. Szőre szívű! Na? Ez nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert nagyon sokféle darabot játszottunk. De ha ebben a pillanatban most lehetne, úgy mondanám, kellene választani, akkor a Tamási Áronnak az Énekes Madár. Az volt a legszíven szívszorítóbb, és úgy gondolom, hogy érzelmileg is, művészileg is, díszletek, jelmezek, minden, talán ott legjobban harmonizált a színház világához. A francia lú nem olyan, mint a magyar. Nem olyan? Nem. Kiköpi az abot. Kiköpi az abot. Ki ilyen? Hát akkor meg mit teszik? Hát ne is kérde. Sárga répá. Aztán akkor nem nyeri, hanem fügyül, mint a sárgarigó. A harmadik. A legnagyobb. Miféle báró? Ebba a kamar, a nyavajat, így a kutyarossz ember, szája, mint a méz, lelke, mint a nadragúgyó, azt parancsolta rám lesz a ruhát is, most pedig tudom én, mit akar, hogy vágjam le a bajuszom. A Hári Jánost egy kicsit máshogy játsszák, mint ahogy az az eredeti szövegkönyvben szerepel. Ez egy kicsit, hogy is mondjam, átalakított Hári, mert nem az eredeti szöveget csináljuk, hanem az operának, a Kodály-féle feldolgozásnak, az operának a szövegét alakítottuk a mi nyelvezetünkre. Tehát, hogy az amatőr színjátszó a szájából ne legyen idegen a mondat vagy a kifejezés, de ugyanakkor meg ne legyen, szóval ne érezzék azt, hogy hopp, hát ennek nincs. Ugye a Kodály zenéjét azt mi nem mertük fölvállalni, mert akármilyet nem akarunk, nagyon művészit meg nem tudunk. Az ünnepi fellépést Kovács Andrásné az előadás után értékelve azt mondta, most volt leginkább egyben a társulat, valószínűleg a nagyszámú hevesi közönség tiszteletére. Nem szégyellem bevallani, hogy én téged tiszta szívemből szeretlek.